valami nem sikerült, a szigetünk messze került. Tudom, hogy itt vagy, és talán azt is látod, hogy mennyire arcul csapott mindannyiunkat a halálod. Mi búcsúztatunk téged, téged, akiben olyan nagy volt az életigenlés, a vágy az örömre, és arra, hogy nagyon szeressék. Ha valaki, akkor te igazán éltél. Egy óriási kisfiú voltál, akiben annyi jó szándék és kedvesség volt, ha te valakit a szívedbe fogadtál, azért mindent megtettél. Az igazi énedet viszont csak kevesen ismerték. Mindent köszönök. Köszönöm a mosolyod, a szereteted, a szerelmed, szerelmünk gyümölcsét, a reményt a szemedben, a hitet, hogy együtt jó lesz. És köszönöm neked Natit is. Sok mindenben részesen voltam az életének, talán Pamela kezét is velem kérte meg. Hát sok-sok-sok dolog volt. Én forgattam videóklipet, volt neki egy veszpája, sose felejtem el, egy citromsárga veszpája volt neki. És hívtam, hogy Krisztián, mondom, kéne nekem a motorod, tudom, hogy drága, meg... Na, Attika, menj le a garázsba, ott van, vidd el. Ennyi volt, tehát, hogy lementem, ott szóltam a biztonsági őrnek, hogy jöttem a motoré. Azt tudom, már szólt a Krisztián. Tényleg nagy szíve volt neki, az biztos. Végül enyém, nincs semmi másom. Egy gondolat tőled. Na, az van, gyerekek, hogy mindannyiunk élete egyszer csak megy a levesbe. Nem csak a tiétek, hanem még az enyém is. Pénz bármikor tudtok keresni, amennyit csak el tudtok képzelni magatoknak. De a szerelmetekkel együtt töltött idő megfizethetetlen. Egy 41 éves férfi, tehát akiről igazából azt tudtuk és azt láttuk, hogy egészséges, kicsattan, sportos, tehát hogy nem tudom, mi lehetett a baj, de nagy űrt hagy maga után az 1000%. Gyönyörű szép gyerekük van, fiatal, pici babával, hát ez talán a legnagyobb tragédia, amit egy ember megélhet. Sem a pénz, sem a sportautók, sem pedig a ruhák, a divatos ruhák, azokat nem tudjuk magunkkal vinni, hanem az egyedüli dolog, ami a síron túl, és el tud minket kísérni, az nem más, mint a szeretet, és azért a Krisztiánról azt el lehet mondani, hogy egy valamit tudott nagyon, szeretni azt nagyon tudott. Sokszor kérted, ha veled valami történne, vigyázz a tieidre. Így lesz. A kicsiem ma mindig számíthat, majdnem. Ez lesz a legnehezebb. Pótolni a szuperhős apát, aki voltál és mindig is lenni akartál. Ígérem, hogy a két testvér jó testvérként fog felnőni. És minden olyan értéket átadunk nekik, amit te fontosnak éreznél. Kísérjen téged áldás a további utadon, legyen könnyű a lét oda, és vigyázzanak téged az angyalok. Hálás vagyok. Hálás vagyok neked, hálás vagyok, érted? Hálás vagyok Emmáért, amíg csak élek. Szeretlek.